A Tompa Mihály alapiskola 110 évvel ezelőtt polgári fiú- és leányiskolaként indult. Emellett elemi leányiskolának és napközi otthonnak is helyet adott. A neoklasszicista épület márvány lépcsőit azóta már rengeteg magyar diák koptatta. Csak a II. Világháború után működött benne szlovák iskola. Rimaszombatban 1950-ben indult újra a magyar oktatás, az épületet pedig 1952-ben kapták vissza a magyar osztályok. Voltak idők, amikor az intézményt több mint 1000 diák látogatta, most az összlétszám évek óta 500 körüli. A belterek, a felszereltség és a pedagógiai módszerek sokat változtak, de a lényeg nem. Én úgy gondolom, hogy minden korban a pedagógusok megtaláltak annak a módját, hogy hogyan is vegyék fel a harcot az új irányvonallal, különböző irányvonalakkal, mert én mindig úgy gondolom, hogy mindig többet kellett teljesíteni az itteni pedagógusoknak és az itteni diákoknak, mint a többségi nemzetnek, ugyanis valahol helyt kellett állni, és meg kellett mutatni, hogy igenis mi képesek vagyunk a nemzetiségi iskolákból is megállni a helyünket bárhol a világban, és mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy akár az értelmiség szintjén, akár a jó szakemberek szintjén rengeteg volt diákkal, volt pedagógussal büszkélkedhet ez az iskola, akik ezen falak között töltötték mindennapjaikat. Az évforduló miatt öreg diákok is visszatértek egy kicsit nosztalgiázni az ódon falak közé. Nyitrai László nyugdíjazásáig ügyvédként praktizált. Rimaszombatban él, de évtizedek óta nem járt az iskolai épületben. Csontos Imre neves energetikai szakemberből lett gyógyszeripari vállalkozó. Prágában él, 75 éves és még mindig aktív. A diákoknak azt üzeni, legyenek sokrétűek. Ha az ember csak tanul állandóan, akkor lehet, hogy jól végez, lehet, hogy jó állást kap, de nem teljes ember. Ha valaki csak sportol, akkor lehet, hogy jó eredményeket elér. De aztán, amikor 40-50 éves lesz, akkor rájön, hogy valami hiányzik, és akkor már nagyon nehéz ezeket a dolgokat befutni. Az iskola neves diákjainak tablójára ők mindketten felkerültek, mint ahogy felkerült az Amerika legjobb orvosai közé választott vesespecialista Dósa István, a NASA kutatói ösztöndíjas Farsang István, a Szlovákiában, Magyarországon és Csehországban is foglalkoztatott tenor Tóbis Titus, a képernyőről és színpadról egyaránt jól ismert Rák Viki és sokan mások is. Az intézménynek voltak ikonikus pedagógusai. Nagy Ferenc Katalin itt tanult és itt tanított képzőművészetet egész életében. Ugyanez érvényes Tóbis Tiborra, csak ő testnevelést oktatott. Az ő csapatában kézilabdázott például Bőt Titanilla sportújságíró is, aki emellett természettudományi versenyeken is remekelt. Amit nagyon szerettem a suliban, az a földrajzterem volt az alaksorban, és annak mindig volt egy ilyen rejtelmes légköre, hogy mindig kicsit félhomály volt, mivel hogy az alaksorban volt, és térképek voltak körbe a falon, és mindenhol atlaszok voltak, és izgalmas domborzati makettek, és glóbuszok, és én azt is így nagyon élveztem, és az se volt elhanyagolandó, hogyha véletlenül a földre ez nem lett volna olyan érdekes, akkor a kézilabdapályára láttunk az ablakból, úgyhogy minden egy helyen volt. A 110 éves évforduló alkalmából egy emlékkönyv is megjelent. A kiadványban sok minden, iskolatörténeti érdekességek, személyes visszaemlékezések, az egykori igazgatók, mindenkori pedagógusok és végzős diákok névsora is bekerült. A kiadvány létrejötte mögött lényegében nagyon sok kutatómunka van. Kollégám Alangyal Lászlóval dolgoztunk ezen a könyvön. Ő a történelmi adatok fölkutatásában segített. Ami számomra a legnagyobb öröm volt és a legérdekesebb munka volt a könyvírása kapcsán, az talán az volt, hogy sikerült kapcsolatba lépni sok volt diákunkkal, és rajtuk keresztül aztán nagyon sok anyagot szerezhettünk volt tanárainkról, az iskola igazgatóiról. Értékeink címmel jelent meg a könyv, és ugyanez volt a címe annak a nagyszabású iskolai műsornak is, amelyet Zséi Katalin rendezett. Ebben valamilyen formában szinte az összes jelenlegi pedagógus és diák részt vett. Hagyományőrzés, irodalom, történelem, sport, zene, magyar specifikumok és értékek. Komolyság, humor, önirónia. A műsornak ez mind része volt. A záró rész a közösség erejéről szólt. Az iskolai kórus a Mindenki című Oscarral jutalmazott magyar rövidfilmből ismert dalt énekelte.